Ennek örülünk, hogy végül is az a londoni sikersorozat az tovább folytatódik, de azért egy olimpiai ciklus első évének az eredményei azok nem mérvadóak általában. Tehát, hogyha riói szemüvegen keresztül nézzük az eseményeket, akkor azért ezt nem szabad, hogy elaltasson bennünket. De hát természetesen óriási fejlesztések indultak el a magyar sportban, hát a kormány sport szeretetét mi sem bizonyítja jobban, hogy a labdarúgás és a többi TAO sportág után most a kiemelt sportágak is sorra kerültek, és hát hatalmas pénz áramlik be a sportba, aminek az elköltéséért az EMI Sport államtitkársága és a MOB is a felelős. Úgyhogy ha ez a pénz jól lesz felhasználva, akkor bízom benne, hogy ugyanolyan szép eredmények lesznek Rióban is majd. De előttünk van természetesen még egy téli olimpia, ugyan nem vagyunk egy nagy téli sportnemzet, de most nekünk az erőinket elsősorban ennek a szervezése azt köti le. Igen, Csernovicki Évát személyesen is láttam, és hát azért volt a Vivo VB-nek is örömteli pillanata a párbajtőr csapatunk győzelme, de ennek ellenére még nekem ugyanúgy, mint ahogy a londoni olimpián továbbra is Gyurta Dani az elsődleges, ami fantasztikus volt az ismétlése és a győzelme. Ez egy szubjektív döntés valamilyen szinten. Mondom ezt én, aki annak idején a karcsapat aranyérmünkkel nem vettük át a díjat, mert úgy éreztük, hogy mi érdemeltük volna meg, hogy az év csapata legyünk, hiszen abban az évben megnyertük a világbajnokságot, az Európa-bajnokságot és az összetett világkupát. Ezen kívül több verseny nem volt, amit meg lehetett volna nyerni. És akkor egy EB ezüstérmes vízilabda csapat lett a sportújságírók által az aranyérmes. Hát fiatalság, bolondság, hát akkor még az ember ezt másképp gondolta. Ezt most, mint sportvezető, természetesen azt kell, hogy mondjam, hogy akárki is lesz a győztes, azt fogadja el, aki pedig csak második lett, azt vegye úgy, hogy itt csak egy győztes lehet, és hogy ez egy szubjektív döntés. Én úgy érzem, hogy azért a vízilabda csapat, mint hagyományos csapatsportágban elért világbajnoki cím, az szerintem az fogja megérdemelni, az, hogy az év csapata legyen.